No, ma katlanozni fogunk. Sokszor katlanoztam már azóta, hogy megmutattam nektek, hogy hogy csinálom. Most úgy kitapostam egy kisebb téglalapot, letűztem a zászlót. Annyival fogok tovább menni, hogy most a kutyának már leteszem a lába alá, tehát a hasa alatt fogom elhúzni a pórászt, hogy majd a nyomkövetésnél is elvárják. Illetve hosszabb ideig, hogy igazából az időt nyújtom el, tehát a katlan az marad ugyanakkora, és a kaja is marad ugyanannyi, csak elnyújtom az időt, amit neki szimatmunkával el kell töltenie. Általában azért lehet hallani, ahogy szimatol, tehát azt nagyon örülök neki, hogy ilyen aktívan végzi. Látjátok, egyébként most rá van állva. Az ő ki saját kényelmes módján már indulna felé, úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Engedem a nyomra. Hogy tehát ez a katlan. Keresd. A katlannak a kijáratát, vagyis a bejáratát, ahonnan én bementem, ezt le is zárom. Ebbe az irányből már ne akarjon kijönni. És egyesével így pótlom vissza. Tehát a kitévedt a katlamból, nem érzett talajsérülést, se kaját, úgyhogy már fordult is vissza. Milyen jól tettem, hogy már visszapótoltam egy-két szemet arra a területre, ahol ő már járt. Most ismét van ott találata. Igyekszem úgy dobni a kajákat, hogy ne vegye észre. Nem lenne jó, hogyha leülne és nézne rám, várná a feladatot és a kaját. Ez egy önálló munka, azt gondolom. Hogy ez a legönállóbb, hogyha az IGP 3 fázisát nézzük. Mert így jött volna visszatöve a kutya, kicsit pórázzal visszatettem a katlomba. Úgy lett egy kicsit elfáradt. Kicsit ki fogom most hívni. Gyere. És vissza fogom küldeni. Nem akarom megerősíteni, hogy csak ő gyerekezik a nyomom. Úgyhogy megvárom, hogy a két bedobott tápon kívül talál még másikat. És ha talál, akkor utána abból fogunk kihívni, mint például most. Szuper, jó van! Eszőveszett meleg van, meg fáradtartalom, úgyhogy most nem tudtam növelni egy kicsit se az időt, amit ő koncentrálva bent tölt a katlanba. De vannak ilyen napok is, ettől függetlenül gyakorolni kell, hiszen a mai gyakorlás is hozzátett az ő kis
fejéhez. Úgyhogy jó gyakorlás nektek is, és azért mindig vegyétek figyelembe, hogy milyen az időjárás, mennyi idős a kutyátok. Jó gyakorlás, sziasztok!